A roma polgári tömörülés hisz abban, hogy a cigányügy nem csak problémák halmaza, hanem olyan kiaknázatlan lehetőség, amelyre szüksége van a magyar gazdaságnak, ezért hozták létre a három pillérből álló roma felzárkóztatási modellt, mondta a szervezet elnöke Makai István a Roma Felzárkóztatási Konzorcium sajtótájékoztatóján, aki stúdiónk vendége. Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! A program alapja ez a konzorcium. Mit kell erről a konzorciumról tudni, és mitől hozhat ez áttörést a roma politikában? Alapvetően azt én szeretném előrejelezni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt és az Országos Roma Önkormányzat aláírt megállapodását a roma polgári tömörülés üdvözli, illetve a fővárosi cigány önkormányzat is üdvözli, hiszen annak is a vezetője vagyok, hiszen egy olyan elvi keret megállapodás született, amelynek az irányait jónak tartjuk, viszont a roma polgári tömörülés a tegnapi sajtótájékoztatón egy olyan modellt mutatott be, a roma felzárkózás európai modelljét, amely ennek a keret és elvű megállapodásnak a valóságban, az életben egy teret enged, illetve megvalósítási lehetőséget ad. Ez három pilléren nyugszik, az egyik a roma felzárkóztatási konzorcium, amelyben jelenleg 17 cég vesz részt, és valós gazdasági igényekre alapozva próbál egyfajta felzárkóztatási programokat támogatni, illetve a nyílt munkaerőpiacon romákat és hátrányos helyzetűeket alkalmazni. Ez semmifajta állami és többletforrást nem igényel. Ez a társadalmi felelősségvállalás szerepkörük erősítését feltételezze, illetve ebben vesznek részt. A második alap pillére a munkaerőkölcsönzés, hiszen vannak olyan idény jellegű munkák, amelyek speciális munkafeltételeket igényelnek. Na most itt a munkaerő kölcsönzésre hárulnak azok a feladatok, adminisztratív, stb. Közvetítési, amelyek egy-egy vállalat terhétről vesznek le, válláról vesznek le terheket, és a harmadik pillére ez a mentor munkatárs program, amely egyére szabottan állásközvetítéssel és a munkahelyi igényekhez viszonyítva az egyéneket úgy készíti fel, hogy tartósan az elsődleges piacon tudjanak maradni, és erre épül még egy képzés is, egy szakképesítési rendszer, és mindenhez semmiféle többletforrást nem veszünk igénybe, sem állami, sem önkormányzatit, hiszen ez a rendszer már működik, önmagában is saját lábakon fog megállni, illetve áll meg, de egy fontos kritériuma lesz, hiszen én Orbán Viktor miniszterelnök úrnál kezdeményezni fogok egy személyes konzultáció lehetőségét, szeretném ezt a modellt bemutatni és a figyelmébe ajánlani, illetve a közbeszerzési törvény kereteit szeretnénk módosítani, hiszen a jogszabályi környezet megteremtése ahhoz, hogyha valaki állami és önkormányzati tendereken indul, és vállalja azt, hogy a roma lakosság, illetve a cigány származásúak és hátrányos helyzetűek foglalkoztatását lakosságon belüli arányban vállalja, azok élvezzenek bizonyos előnyt, hiszen a konzorciumban résztvevőket is valamilyen szinten motiválni kell a társadalmi felelősségvállalás jegyében, másrészt pedig a közpénzek felhasználásának a területén is, társadalmi fontosság szempontjából is ez egy kiemelkedő dolog. Nagyon fontos, amit mondott, a motiváció. Hogyan lehet motiválni? És akkor most nézzük kicsit részletesebben ezeket a fő pilléreket. Térjünk vissza az elsőhöz. 17 vállalkozást említett. Hol működnek ezek a vállalkozások, hol van arra lehetőség, hogy ezen vállalkozáson belül bekapcsolódjanak a romák a programba? Mert csináljuk ezt a programot a roma polgári tömörülés, illetve a fővárosi cigány önkormányzaton belül is, hiszen az új híd, amelyet létrehozott a fővárosi cigány önkormányzat, több mint 1000 regisztrált munkanélkülinél tart, és ebből a 30%-os az elhelyezkedési arányunk. A cégek viszont úgy vesznek részt ebben a programba, hogy a roma polgári tömörülés a roma felzárkóztatási konzorcium vezetője, és egyfajta minőségbiztosítási rendszeren keresztül mennek ki a mi támogatásunkkal a elsődleges és a nyílt munkaerőpiacra a munkavállalók, hiszen felkészítjük őket egy-egy adott munkára. És a versenyszférában vannak ezek a cégek, amúgy is dolgoznak, hiszen vannak megrendeléseik,
A különbség annyi, hogy mivel az a társadalmi felelősségvállalási szerep erősödik, és mindannyian tudjuk, hogy a cigány az nem csupán szociális és egyéb kérdéskörbe tartozik, hanem nemzetgazdaság és stratégiai kérdéskör, ezért az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetésük az elsődleges. Én örülök annak, hogy van közfoglalkoztatási program is, de az egy időleges, az ott befejeződött réteget is be lehet emelni ebbe a rendszerbe, ez Budapesten működik ez a rendszer, most már én azt gondolom, hogy olyan több száz fős elhelyezetről beszélhetünk, de ez teret nyer, és több cég csatlakozik ehhez a konzorciumhoz, illetve ehhez a modellhez, akkor pár hónapon belül tudunk több ezer munkahelyet generálni, és ennek az a lényege, hogy akinek munkahelye van, az elsősorban a társadalmi falak előítéletek lebontása is megtörténhet, tud integrálódni a társadalomba, tudja a közüzemi számlákat fizetni, és nem segélyen, hanem eséllyel tud élni, és ez egy fontos kritérium ennek a programnak. Makay úr, mindazt, amit elmondott, az mind-mind világos. Hogyan valósulhat meg mindez a gyakorlatban? Mi adja meg a lendületet annak, hogy ez ne csak terv maradjon, hanem valójában működjön is? Működik a program, ez a szépsége, hogy már működik, pilot programként, szeretnénk ezt országosan kiterjeszteni. Egy dolog kell hozzá, miniszterelnök úrral szeretnék ebben az ügyben leülni, elmondani a program lényegét tartalmilag is, és bőségesebben ismertetni, hiszen vannak olyan elemei, ez egy komplex program, amelyet én azt gondolom, hogy mindenféleképpen miniszterelnök úrnak, hiszen kiemelten kezeli ezt az ügyet, látnia kell. Politikai szándék és akarat kell hozzá. Mi megkerestünk nagyon sok olyan állami, illetve önkormányzati céget is, akik szívesen részt vennének ebben a programban, de ehhez én azt gondolom, hogy kell egyfajta elvi támogatás is a kormányzat részéről, és a közbeszerzési jogszabály ezen irányú módosítás, amit én felvetettem, ez különben működik. A fogyatékosok, illetve a hátrányos helyzetűek esetében is van egy ilyen kritérium a pályáztatásoknál állami és önkormányzati szektorban. Én csak annyit kérek, hogy nevesítsük, nevezzük nevén a gyereket, cigány és hátrányos helyzetűek foglalkoztatásánál élvezen előnyt, hiszen a társadalmi felelősségvállalási szerepüket is elő tudjuk ezen cégeknek segíteni. Elvi támogatásról beszélt, pénzbeli támogatásra számítanak-e, hiszen fontos ilyen formában ugye a pénz. Miből működtetik a konzorciumot, miből működött, vagy működik, ha már működik? Működik, és nem kérünk többletforrásokat, nem segélyt, esélyt kérünk, hogy az elején is elmondtam, működőképes a koncepció, ez a szépsége, hogy GDP növelő hatása is van, és nem kell állami forrásokat betenni, hanem a konzorciumoknak a roma felzárkóztatási konzorcium a motorja ennek a modellnek, az első számú pillére. Ezek a vállalkozók, hiszen a piacon vannak, keletkezik egy nyereségük, ezt beteszik egy kalapba, egy olyan átlátható kalapba, ahol lehet oktatás, mentorképzést és szakképzést finanszírozni. Szeretnék, hogyha annak a megállapodásnak mindez alapja vagy része lehetne, ami elmúlt héten történt, vagy kötött Farkas Flórián és Orbán Viktor, hiszen ott azt vállalták, hogy legalább 100 000 munkanélküli romát vonnak be 2015-re a munkaerőpiacra, tehát úgy gondolják, hogy szükség van az önök koncepciójára, és fontos. Elvi keretmegállapodást kötöttek, az irányai jó, nevesítették kimondottan a cigány ügyre szánt forrásokat és pénzeket, és az irányokat megjelölték, de mi egy újszerű más módszert alkalmaztunk, ez pedig az, hogy a gyakorlati megvalósítás területén a két program kapcsolódhat szervesen egymáshoz, hiszen az egyik egy elvi keretmegállapodás, a miénk egy működő program, és a gyakorlatban egy valós kellő alapot ad ahhoz, hogy rövid időn belül romák és hátrányos helyzetűek a nyílt munkaerőpiacon tartósan bent legyenek, adófizetőkké, GDP növelő állampolgárokké váljonak. De reméljük, hogy így lesz, jó munkát kívánunk. Köszönöm, köszönöm hogy itt szépen. Volt.